Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Barázs vagyok, és üdvözlök titeket az egyik utolsó Total War Warhammer 2 DLC és upgrade mutató videóban. Július 14-én, az az jövő héten fog megjelenni az utolsó Warhammer 2 DLC, mielőtt neki ugranánk a Warhammer 3-nak. Ez pedig The Silence and the Fury nevet viseli, és egy Lizardman versus uh, Beastman meccset fog ö, tartalmazni, de azon túl viszont jön az update is, és az update elképesztően sok dolgot tartalmaz, úgyhogy az, a Creative Assembly úgy gondolta, hogy dolgozzuk fel ezt most úgy, hogy először adtak hozzáférést nekem a magához az ingyenes részéhez, tehát minden olyan dologhoz, ami az ingyenes update-tel érkezik, és aztán pedig nem sokára majd kapok hozzáférést magához a DLC-hez is. Úgyhogy én is úgy gondoltam, hogy ezt a videót két részre bontom, és ma beszélünk az ingyenes dolgokról, mi az, amit már akkor meg tudtok, vagy tudtok ki próbálni, tudjátok használni, hogyha nincs meg az új DLC, viszont mondjuk más korábbi DLC-k megvannak, erről majd beszélünk a megfelelő időben, és mi az, ami pedig majd az új DLC-nek lesz a mechanikái és az új tartalmai, erről pedig majd pénteken lesz egy videó. Úgyhogy vágjunk is bele, nagyon fontos hogy tudnotok, hogy a legtöbb dolog nem, vagyis a kb. a dolgok nagy része nem alanyi jogon fog járni, hanem például a Total War access át kell behúzni, vagy pedig a Steamen át kell aktiválni, akkor is, hogyha ingyenes, erről majd jelzem mindig, hogy miről van szó. Kezdjük is rögtön az egyik legfontosabb dologgal, magával a Steamen látható új hőser, az új Legendary Lorddal, aki nem más, mint Thorek Iron Bro, ha minden igaz. Igen, Thorek Iron Bro, aki egy törp lord, és így ennek segítségével végre a törpök is megjelennek a Mortal Empires helyett az Eye of the Vortex kampányban. A Mortal empires ugye eddig is voltak, hogyha tudtak játszani az Mortal empires akkor vannak törp lordjaitok is, viszont most már az Eye of the Vortex kampányban is van lehetőségüket kipróbálni, így gyakorlatilag szinte az összes faj már ott van, valamilyen szinten képviselteti magát a Mortal, a Vortex kampányban. nagyon érdekes, mert a Vortex kampányban Lustria déli részéről a Southern Spine of ekről indul, míg a Mortal empires pedig a másik oldaláról, tehát a Southlands nevű kontinensről, és ott is a legesleg délebbi rész, leges a térkép legdélebbi részéről, ami Southlandnek nagyjából a közepe és a kampány során igazából az ő feladata az, hogy össze összegyűjtsön törp relikviákat, tehát igazából ez nem is egy ország, hanem Iron Bros Expedition néven van elnevezve, ennek ellenére természetesen rendes országként, nem pedig hordaként működik, és az ő feladata, hogy a különböző területeken, vagy területekről szerezzünk mindenfajta, mindenfajta eszközöket, amikből aztán újra kovácsolhatunk még jobb eszközöket. Erről mindjárt beszélünk, de előtte szeretném megmutatni nektek azt, hogy mit hoz még ez az egész a törpökhöz kapcsolódóan. Ez pedig egy ingyenes update lesz, kicsit újra húzták az Old Gold és a Forge mechanikáit, illetve egy teljesen újfajta varázslási lehetőséget kaptak, vagy varázslási módot. Be is egy mentést, kicsit korábbról, ez egy Karak Kadrin mentés, és uh, itt meg tudom mutatni, hogy milyen új mechanikák vannak, vagyis hogyan húzták újra az Old Gold mechanikát például, és mi újság a varázslatokkal. Tehát, egyrészt van a Grudge, másrészt van a Forge, és harmadrészt vannak a Rúnák, amik, uh, amikkel beszélgetnünk kell a törpökkel kapcsolatban. Igyekszem röviden tartani. A Grudge kicsit úgy változott, hogy most már mindegyik irányba ad valamilyen bónusz akkor is, hogyha alapvetően nem jó, hogyha magasan van a grudge. Aki nem tudna, a grudge azt jelenti, hogyha például valaki, valamelyik frakció ellenünk csinál valamit, legyőz csatában, elvesz egy területünket, vagy, vagy elkezd rédelni, akkor kapunk egy grudge rá, és akkor vissza kell ezt fizetni. Tehát, hogyha valaki rédel minket, akkor vissza kell rédelni. És minél több ilyen grudge összegyűlik, annál, hát hogy is mondjam csak, Annál nehezebb volt régebben az élet, most már annyi változik, Hogyha elkezd nőni a grudge, akkor továbbra is nehéz lesz az élet, viszont kapunk charge bónuszt, és kapunk egy lehetőséget arra, hogy lehívjunk új egységeket. ez majd talán meg tudom mutatni a másiknál, a másik mentésnél, de minden egyes kör elején, minél magasabb a grudge, annál nagyobb az esélye, hogy kapunk egy ingyen, nem ingyen lehívható, de azonnal lehívható egységtípust, és ez általában Slayers akik a Regiment of Renown-hoz adódnak hozzá, tehát fizetnünk kell a lehívásért, fizetnünk kell a fenntartásért, viszont azonnal bevethetőek ők. Az alacsony grács az természetesen jár továbbra is diplomáciai előnyel, research bónusszal, public orderrel, viszont nagyon kicsi az esély, hogy kapunk ingyen slayer vagy legalábbis azonnal lehívható slayer -öket. Így változott át a grács. Nézzük meg az Outgoldot, mert ez picit megint más lesz. Az Outgoldot eddig viszonylag jól lehetett termelni karakterek segítségével. Most már viszont ez megváltozott, tehát hogyha például megnézem az ő karakter sítjét, akkor átadjátok, hogy az Oath of Forging az most már nem ad plusz egy, plusz kettő, plusz akármennyi ö, ilyen cuccot, hanem plusz 50%-kal növeli meg az Oath Gold bevételt, méghozzá az, az adott tartományban. Tehát ez most már szinte kizárólag épületekből van, mindjárt mondom, hogy miért csak szinte kizárólag épületekből van. De nagyrészt épületekből származnak ezek a dolgok, és azokat tudjuk utána felhasználni a forge -ban. A Forge igazából sokat nem változott, továbbra is különböző nyersanyagok kellenek ahhoz, hogy különböző dolgokat tudjunk kovácsolni. Van itt a fegyverek, armor, talizmán, enchanted items, illetve most itt azért mégiscsak van újdonság, ez pedig a karakterrúnák és a benőr rúnák. Illetve az is újdonság, hogy ö, könnyebb újra hasznosítani ezeket a dolgokat, tehát csak ide kattintok és újra is hasznosítottam valamit, amit amúgy eddig nem használtam. Mik ezek a karakterrúnák és benőr rúnák? Igazából ez az új módja annak, hogy a törpök is varázsoljanak. Korábban azt mondtam van, hogy a törpök nem tudnak varázsolni, és ez maximálisan így is volt. A csatatéren nem volt lehetőség a varázslásra, viszont most már lesz. És a runa varázslat ráadásul egy teljesen újfajta módja annak, ahogy a varázslat történik. Erről majd mutatok rendes felvételt, most csak azt akarom megmutatni, hogy hogyan lehet ezeket aktiválni. Egyrészt vannak a karakterrúnák, és ezek különböző áruk, ár, Kerülnek, és minél drágábbak, annál erősebbek, illetve minél drágábbak, annál kevesebb runát adnak. Tehát például egy sima plusz 20 armor rune of iron ad 30 ilyen old három lehetőséget, tehát ezt inscribe és akkor már is lett három elosztási lehetőségem, míg hogyha veszek mondjuk egy weapons plusz 20%-ot, akkor abból már csak egy darabot kapok, és ezeket hozzá kell adnom a karakterekhez. Látható, hogy igazából minden runát egyszer lőhetünk el. Uh, akkor meg is hogy ezt hozzáadjuk a karakterhez, és visszatérek megint csak a jó uh, Ungrim Iron Fisthez, aki már is elérhetővé válnak itt, ezek a karakter runák. és a karakter runák közül hármat tudok hozzáadni, az egyik a Weapons Strength lesz, a másik az Armor, és ezek a következő körtől érvényesek. Van egy másik hősöm is, Stromny Redmén, ő pedig meg tudja kapni a másik Rune of Iron, hiszen hármat hívtunk le, és akkor még ha minden igaz neki is tudok adni egy Rune of Island. t Úgyhogy ez nagyon izgalmas és nagyon érdekes, és főleg az nagyon érdekes, ahogy a rúnák működnek varázslatonként vagy varázslatként, de erről majd megint picit később fogok beszélni. Azt hiszem nagyjából ezt akartam megmutatni a törpökkel kapcsolatban általánosan, most pedig átmegyünk és megnézzük, hogy az új ó, Törp Legendary Lordnak milyen extra lehetőségei vannak ezeken a rendszereken belül. Na, itt is vagyunk egy csatában, először Malkor itt nektek azt, hogy hogyan változtak a, a rúnák. Szóval a rúnákról azt kell tudni, hogy ezek összesen hatfajta rúna van, amit varázslatoként tudunk használni, és az érdekességük az, hogy nem a sima Winds of Magic-et használják a varázslásra, hanem helyette, oh, az egy picit, hanem helyette inkább saját nyersanyagból dolgoznak, tehát a Winds of Magic nem érvényes rájuk. Viszont, a érvényes rájuk, az egy nagy, közös poll. Tehát azt mondom, hogy például szeretném beadni ide nekem a, a Damage Resistance-öt, mondjuk ezekre. És akkor ő megkapja a Damage Resistance-öt három másodperc múlva. Látható, hogy most fog lejárni, és még az is látható, ez egy szintén egy új Quality of Life változás, hogy Meddig tart a 23 másodperc, amíg érvényes ez a varázslat? De a Quality of Life változásokról majd a Vino végén fogok beszélni. Ami érdekes az az, hogy jelenleg a rúnák nem elérhetőek, egyik sem elérhető ezzel a karakterrel. Ezzel a karakterrel már viszont elérhető, mert hogy a karakterekhez vannak kötve a rúnák. Ezt is megmutatom, hogy itt mi történik. Itt is megvan, és más számot láttok itt és itt. Ez azért van, mert a rúnák közül semmelyik nem elérhető, addig, amíg ez a számláló nem jár, attól függetlenül, hogy ez mikor jár le. Tehát külön cooldownnal rendelkezik maga a varázslat, és külön cooldownnal rendelkezik maga a rúnáknak a közös nagy pólja. Tehát itt például lejárt a varázslat, 120 másodpercig nem tudom használni a rúnákat, viszont 30 másodperc múlva ezzel a karakterrel beadhatok egy másik Rúna mágiát. Úgyhogy így néz ki az újrahúzott rúna varázs, szerintem kifejezetten izgalmas, kifejezetten érdekes, és uh, egy újfajta, újfajta gondolkodást is igényel valamilyen szinten. Egyébként itt láthatjátok Torek Iron bro ő az új Bro, az új törpe Bro, Iron Bro. Na itt is vagyunk, ez Lucia déli része, és itt már elég szépen terjesztettem a hatalmamat. És akkor most akkor átérhetünk arra, hogy a szorek mégis mit tud hozzátenni ez az egészhez. Egyrészt láthatjátok, hogy itt bizonyos városokon vannak ezek a rúnák. Meg vannak jelölve a városok, ezek azok, ahol sejtjük, hogy vannak különleges artifaktok. Ezek az artifaktoknak a megtalálása lesz az elsődleges feladatunk az ő kampánya során, és így meg is tudom mutatni, mit tudunk vele kezdeni. Azon túl egyébként, hogy nála a grudge azok elég sok grudge van abból származva, hogy ezek nincsenek nálam. Tehát uh, artifactokat kell reforge újra össze kell rakni ezeket az artifactokat, és ezt itt tudok megcsinálni az artifakt voltnál. A forge belül tehát van egy újabb fül, ez pedig az artifact volt. Ahhoz, hogy itt különböző dolgokat újra tudjunk kovácsolni, ezek nagyon erős tárgyak, nagy részt. Van három rúna, van három módosító, azt hiszem, és van kettő. Igazából az egyik az egy híró a másik pedig egy karnoszaurusz egységkártya, tehát ezeket tudjuk megszerezni. Ahhoz szükségünk van általában két komponensre, például a Smeldy's Methodology cipher szükségem van egy Runic Keystone-ra, és a rákatintok meg is mutatja, hogy hova kell ahhoz elmenni, Uh, illetve szükség van hozzá egy uh, puzzle boxra, amit viszont már megszereztem. És amint ez megvan, me, uh, meg tudom forg, for, forgolni, tehát létre tudom hozni ezeket a dolgokat, amik elég erőteljes segítséget fognak jelenteni a csatában. Itt azért még azt is jelzi, hogy hányat sikerült reforgyolni. A küldetése, vagyis az egész, az egész kampány is ehhez kapcsolódik ezeknek a dolgoknak az újra kovácsolásához. Tehát látható, hogy a Vortex Victoryhez az kell, hogy öt artefaktot kovácsoljunk, és megnyerjük a végső csatát. Nem azt mondom, hogy könnyű, de igazából ez egy nagyon fun kampánynak tűnik összességében, más csak azért is, mert a törpökkel itt Lusztriában Skaven-öket pusztítani, ennél kevesebb jó, vagy kevés jobb so szórakozás létezik. Maga a frakció egyébként nem hoz magával új egységeket, viszont ha jól tudom, vannak új Regiment of de erről ne idézzetek, illetve a technológia sem nagyon változott, amennyire tudom. Említettem az előbb, hogy az törpöknek a nyersanyagát máshogy is megszerezhetjük, azon túl, hogy épületeket építünk, van egy másik módja, ez pedig a csatagyőzelmek, hiszen, most legyátszunk gyorsan egy csatát itt, már is két új változ, vagy két új lehetőség van akkor, hogyha törpökkel csatát nyerünk, hogy mit szeretnénk még hazavinni a szokásos dolgokon túl. Az egyik az az, hogy iszunk a győzelemre, és két körön át plusz 10% lesz a bevétel, a plusz bevétel a helyi provinciában, 20 a növekedés, és 5 a public order, a másik pedig, hogy kapunk rögtön plusz 10, vagy valamennyi outgoldot, és 1108 pénzt. Szóval, ha ezt választjuk, akkor már is kicsit jobban fel tudjuk tölteni az artefaktunkat, és hamarabb tudunk dolgokat megépíteni, hogyha úgy tetszik. Ez volt tehát a szoreknek a bemutatója, a szorekek és a Dwarfok hogyan változtak. A szorek egyébként egy viszonylag, viszonylag arra koncentráló frakció, hogy jó legyen a páncér, jó legyen az AP sebzés, a runesmithekre koncentrál eléggé, és ezentúl pedig az outgoldnak a bevételére, hiszen itt rögtön látható, hogy olcsóban tudunk rúnákat létrehozni outgoldokból, és az épületekből is több jön be. Úgyhogy még megnézzük azt, hogy hogy néznek ki a csatában ezek a rúnák, és aztán utána áttérünk a többi részére ennek az egész update-nek, hiszen még van két nagy témavel foglalkozni kell. A következő funkció, amit meg nektek, az szintén ingyen jár mindenkinek, viszont csak akkor érhető el, hogyha majd a Tutorbor Access-en át lekéritek ezt. Ehhez nincs más szükség, nincs másra szükségetek, mint beregiszálni oda, ami azért is érdemes, mert alapból vannak rengeteg jó cuccok, de egyébként is rengeteg dolog fog majd őben is felkerülni oda, ami ingyenes viszont le onnan kell majd letölteni. Ott kaptok Steam kódot, és azt kell beaktiválni. Ez pedig a mercenarik, méghozzá az ogre zsoldosok. Amikor általában történik egy nagy csata, akkor van esélye, hogy pónőn egy ilyen dolog a térképre. Ezek az ogre zsoldosoknak a táborhelyi, és hogyha ott megjelenünk, akkor már is van lehetőségünk arra, hogy felbéreljük ezeket a ogre oldósokat. Az ogrék egy teljesen új faj, valószínűleg a Warhammer 3 ban jobban ki lesznek fejtve, de hatalmas királyság, hogy már itt találkozhatunk velük. Összesen öt fajta egységet hívhatunk le, ami egyébként három fajta egység, és a kettőnek van egy-egy extra variánsa. Ezeket nyilván megmutatom a csata alatt is. Viszont összességében láthatjátok, hogy egy ilyen ablak jön elő, ahol választhatunk, hogy melyik tribe-ból szeretnénk, melyik törzsből szeretnénk kérni egységeket, ezek különböző dolgokat adnak, és ezek Regiment of Renown mellett, vagy Regiment of Renown szerűen fognak becsatlakozni a seregünkbe. Tehát mondhatom azt, hogy én szeretnék mondjuk lovasságot, hiszen a törpök nem annyira erősek benne, így viszont tudunk szerezni lovasságot. Ezek az egységek mindenki számára elérhetőek. Tehát konkrétan bárki felveheti őket. Ha megnézzük ezt a sereget, látható, hogy itt már van három ogre, akiket mi korábban béreltek fel, viszont a fenntartásuk és a megvásárlásuk is igen borsos árba kerül. Én most nem is tudom kifizetni például, mert nincs elég pénzem. De amint látjátok, itt az öt lehetőségből az egyik kártyánál jelent meg egy kettes szám, tehát ez a Monstrous Cavalry, ez ide került, annyira amúgy nem is durva, 306 aranya a fenntartása, és 1200 aranyba kerül a megvásárlásuk. Úgyhogy ez egy olyan dolog, ami extra taktikát jelenthet, hogy hogyan szeretnénk bővíteni a seregeinket. Nagyon durva amúgy ez mindenki Monstrous Infantry nak számít, kivéve őt, mert ő Monstrous Cavalry, szóval elég kemény, elég kemény egységek, és ők, ők, itt is fognak maradni, ha minden igaz, tehát én még nem találkoztam velük, hogy innen elszpónolnak, egyszerűen csak felbéreljük őket egyszer, és bármikor lehívhatjuk, amennyiben megvan a megfelelő mennyiségű Della hozzá. Most felbíráltam olyan egységet, akit ki is tudok fizetni, úgyhogy legalább meg mutatni, hogy ez hogy történik. Tehát azt mondom az ogréknak, hogy csatlakozzatok, és ugye ők azonnal be is csatlakoznak ebbe a buliba. Úgyhogy igazából ez így ennyi. Amennyire tudom, kajával se látni őket, annak ellenére, hogy erről szó volt. Majd ez biztos egy későbbi mechanikai újítás lesz majd a játék során. Lehet, hogy a Warhammer 3-ban már így lesznek kifejtve. Ezek az ogremmörkök, így a nagy térképen, amit láthatok, rögtön el is tűnik a tábor, viszont majd megint lesz pónol valahol, és aztán pedig. Uh, most a grácsoknak a targetjét, tök jó. Szóval aztán pedig, most pedig megnézzük, hogy hogy néznek ki magában a térképen, mert, vagy a csatában, mert úgy azért elég impozáns látvány. Az új egységek tehát, amik igazából ingyenesen érkeznek, megint csak, hogyha behúzzátok őket az utolvó access azokat itt láthatjátok ez a molfen Cavalry az egyik, ami azért elég brutálisan néz ki, és a különböző gyalogságok, vannak a sima ogrék, vannak ezeknek a szuperverziói, a dual weapon rendelkező ogrék, vannak itt a men eater akik ilyen kalózok szerűnek tűnnek, kicsit furi, és ezeknek a pisztolyos verziói, tehát azért ez is olyan dolog, amit szerintem tudunk majd sokan használni. Az, hogy ezek mennyire mekkora állatok, aztán az a legjobb, hogy oké, okay, nem a törpök az ideálisak, de mondjuk azért csak rakom a törpök mellé, hogy láthassátok, hogy ezek nem véletlenül kapták a Monstrous Infantry nevet, törpök tekintetéből is nagyon magasak, de emberek tekintetéből is azért szép nagy méretűek ezek a bestiák. Én rögtön be is hoztam ide egy mentésemet, mert hogy a bízmeneknél elképesztően sok minden változott. Az szintén az ingyenes update része, hogy akinek megvannak a bízmenek, ugye ez az első részhez érkező DLC volt, az most ingyen élvezheti őket, viszont csak a Mortal Empire-ökben elérhető, tehát a, a Vortex kampányban még ők nem kerültek bele, ez majd valószínűleg a DLC Lorddal együtt fog megtörténni. De ettől függetlenül továbbra is ott van az a három Lord, akiért jelen esetben akár fizettetek, valószínűleg fizettetek, mert különben hogy lenne meg máshogy, és a Bismenek egy teljesen új mechanikát kaptak. Gyakorlatilag eddig két mechanikájuk volt, a Dark Moon és ez itt a Bestial Rage módosítók, ami azt mutatta, hogy mennyire vagyunk készen, és hogy mennyire akarunk csatázni, és hogy mindenkinek széttépni az arcát. A másik a Dark Moon pedig egy esemény, ami hét körönként történik meg, és ad valamilyen erősséget. Na ehhez képest rengeteg új dolog jött a, a játékba, úgyhogy nézzük át ezeket az új dolgokat. Egyrészt két új nyersanyag, másrészt itt van egy csík, ott van egy gomb, itt van egy harmadik. Kezdjük talán legegyszerűbb, ez a Challenges of the Dark Gods. Ez lényegében a kutatást fogja lecserélni, tehát nem kutatunk a, a hanem challenge hajtva végre kutathatunk idézem, Mert mégis csak kutatunk, mert hogy itt is research rate írják, de értitek. A lényeg, hogy ezek általában challenge mögé vannak rakva, például ez 5 siege battle utányírik után meg, ez 5 ambush csatán csatá után meg, ez az, hogy az meg, hogy négy csatát kell nyernünk egyetlen egy körben, és így tovább, és így tovább, és utána pedig bizonyos kör alatt kell ezeket kikutatni. Ez volt a legegyszerűbb része a dolognak. Nézzük a továbbiakat, mert most kezd bonyolódni a sztori. Régebben az volt, hogy a bizmenekkel igazából legúrtuk ezeket a városokat, és aztán annyiban is hagytuk a dolgokat. Most viszont ez picit megváltozott, hiszen behozták a játékba az úgynevezett devastation és az úgynevezett Battlegroundokat, azt hiszem, valami ilyesminek hívják őket, Blood... Blood Ground. Blood ground lesz el, a neve. Blood ground Region. És... Mindegyik városnak van bizonyos számú Bloodground Ground ereje. Például ezek nyolcak. Általában 8-nak nyolca, számítanak azok, amik ilyen kis... ami, ilyen nagyobb városok. És amikor megtámadunk egy ilyet és elfoglalunk, akkor ugye valahol mutatja, hogy a Devastation az 8-as. Viszont van egy ilyen, hogy ritual Locked. Ez a dolog ez azt jelenti, hogy nem pusztul el maga a város, amit lerombolunk azonnal. Tehát elfoglaltuk a várost, mint hogy itt is elfoglaltuk, és létrejön itt egy ilyen rituálé hely. És ez egy nagyon pici városnak felel meg, amit akár fejleszthetünk is. De ahhoz, hogy igazán kiteljesítsük ennek az erejét, ahhoz meg kell vagy végre kell hajtanunk a rituáléten ezzel kapcsolatban, és ahhoz, hogy, hogy végrehajtsuk a rituálét, legalább tízes devastation-t el kell ezzel érni. Egyébként ez terjeszti a káoszt, meg minden, szóval azért elég durván látható, hogy megváltozott itt a térkép, csak ezeknek a dolgoknak a hatására. És amint például elfoglalok egy másik ilyen. Bloodgroundot, mondjuk elfogalom Monfortot, akkor az hozzáadódik, és akkor bármelyik helyen létrehozhatom, vagy végrehajthatom a rituálét. Az, ahol végrehajtom a rituálét, az felmegy ilyen magasabb szintre. Ez például 12-es devastation lesz, és itt látod, hogy a rituálét már végrehajtottuk. És írés, hogy a rituálé completed, és innentől kezdve pedig az a hely, ahol létre, végrehajtottuk a rituálét, az egy városként fog tovább működni, ahol építhetünk mindenfajta buffokat, adó épületeket. Egész konkrétan azt hiszem négyfajta épület építhető egy ilyen helyen, ami adhat buffot. Egyébként meg tudom mutatni. Tehát itt van négyfajta épület építhető, ezek különböző buffokat adnak, és aztán fejleszthető is egészen magas szintig. Ezek bevételt nem adnak, mert hogy most már a bízmeneknek sem az egység fenntartása nem kerül bevételbe, sem pedig azoknak a lehívása. De erről mindjárt beszélek, csak még szeretném lekerekíteni ezt a sztorit itt a rituálékkal. Az a város, amit csak felhasználtunk, tehát leromboltuk, onnan van a devastation, de végül nem az lett a, a rituálinak a helyszíne, az pedig lerombolódik, és egy bizonyos körön át nem is lehet őt visszaépíteni. Egészen pontosan nem tudom, hogy meddig, pár körön át, most itt látható például, hogy Defiled Blood Grounds és Cannot Colonize Ruins in this region until Associated Hearthstone is destroyed. Ez nem teljesen igaz egyébként, mert én láttam, hogy itt bejöttek és, és kolonizáltak kolonizálták például Bilbalit, de ettől függetlenül van egy cooldown idő, amikor ezek a városok nem lesznek elérhetőek. Egyáltalán senki számára, nem csak nekem, más se tudja őket kolonizálni. És illetve továbbra is tudjuk ezeket fejleszteni, például carcassonne a Brion nevű várost tudjuk fejleszteni, vagy ahogy itt láthatjátok, itt a Magritta nevű várost már elég szépen kettes szintig felvittük, és ezek fognak megnyitni, vagy ezek is megnyitnak újfajta egységeket, ahogy megnyitnak egységeket maguk azok, ahogy továbbra is működnek a beastmenek, ugye hordaként. Ez most már inkább azt mondanám, hogy félig horda, félig nem, hiszen valamennyire ott vagyunk jelen a térképen, de nem arról szól az egész, hogy oda megyünk, leroboljuk a várost, azt amint arrébb mentünk, már valaki más elfoglalta helyettünk. Viszont ahhoz, hogy uh, ahhoz, hogy egy rituálét végre tudjam hajtani, ahhoz szükségem van Hearthstone sárdokra. Ez egy újfajta nyersanyag, amit használnak, és akkor kapjuk meg, hogyha rituálit hajtunk végre, mert nem a rituáli végrehajtáshoz kezd a Hearthstone, hanem ahhoz, hogy én rituális helyeket hozzunk létre. Tehát például a, akkor, hogyha én mondjuk oda megyek Monforthoz, és lerombolom, akkor a Monfort városa oda megyek, és nem tudom, nem tudom rituális helyszínként megjönni, csak le tudom rombolni. Viszont a Devastation, az hozzáadódik. Tehát a devastation megkapom belőle, és akkor itt lesz 14-es Devastation, vagy hanyas, és akkor ez már eléri a 10-es szintet, tehát végre tudom hajtani a rituálét, ami ad majd nekem egy Hearthstone shardot. És azt a Hearthstone shardot tudom arra használni, hogy mikor legközelebb a Castle Bastonba érkezek például, akkor ott már egy olyan rituális helyszínt hozzak létre, ne pedig csak simán leromboljam. Tehát akkor még egyszer a körforgás úgy zajlik, hogy létrehozzuk a rituális helyszínt, fel úgy, hogy a környezetben lévő városokat leromboljuk, és ebből rituálit végrehajtva kapunk egy Hurston on mehetünk tovább, és a Castle Bastont, vagy valamelyik mást megint létrehozhatjuk rituális helyszínként. Nagyjából ez így néz ki. A úgy semmi extra, csak sem megnyomunk egy gombot, nem kell megvédeni, vagy ilyesmi, és megtörténik a mágia. Illetve kapunk a rituálékból, karakterekből, épületekből, stb. dreadet, azaz, hogy mennyire félnek tőlünk az emberek. És a dread egyébként, és akkor a Marks of Union, még nem is beszéltünk, a, a Dread-del folytatom inkább talán, mert innen származik a Rewards of, Rewards of Dread. A Rewards of Dread az egy, az egy, olyan nyersanyag, amiből tudjuk az egységeket gyakorlatilag lehozni. Most az egységek lehozása ingyenes, ezt ugye említettem, és talán itt pont történik is, igen. Tehát nem kell most már fizetni érte, ugyanúgy működik, mint teszem azt a britannia Britanniában, hogy van egy unit cap, vagy pedig a a Tomb Kingeknél van egy unit cap, lehet összesen egy darab Minotaurusunk, meg kettő darab Gorhurt shieldünk, úgyhogy lehozok egyet-egyet, és akkor már is ők a következő körre ingyen megérkeznek, nem kellődnek nekik fenntartást fizetni, meg semmi. De azt, hogy összesen hány fajt ilyen egységem van, azt itt tudom növelni. Például most van 1162 sardom, és ö, bocsánat, dredem, és azt tudom mondani, hogy hát nekem csak szükségem lenne ahhoz, hogy legyen kétfajta Tassgor cseriöt és Razorgor cseriötöm, ugye ez most jelenleg közös kepet használ, tehát vagy ebből van egy, vagy ebből van egy. De azt is lehet, hogy felviszem kettőre, és egy-egy lehet mind a kettőből. Vagy a szentigorok is egyfajtát használnak. És akkor azt mondom, hogy rákattintok, és megnő ezzel egyel a lehetséges lehozhatóak száma, és talán meg is tudom mutatni, hogy ez ténylegesen így megtörtént, hiszen itt azt mondom, hogy ez nem kell, helyette inkább Megnyílt itt egy Szent Igor, ugye Great Weapon, vagy sima Szent azt mondom, hogy legyen Great Weapon, és ő is meg fog érkezni ebbe a seregbe. De másra is használhatom a dread Az egyik, vagy a másik ilyen dolog az a hősök és a lordok. A lordok közül az érdekes talán az, hogy a Brace az egy újfajta lord, nem, hős. Tehát a hősök közül az érdekes, hogy a Brésemen egy újfajta hős, és őt is a Total War át tudjátok majd behozni a játékotokba. Ők megérkeznek és segítenek, míg a, hő, a lordoknál ezek a Malagor, Morgur és Taurox, ők pedig úgy működnek, hogy ők már rajta vannak a térképen, ugye mindenfelé pusztítanak, és hogyha az adott hőst lehozom, akkor gyakorlatilag őt bekonfederálom, tehát megkapom az irányítást felette, amennyiben még nem halt meg. Látható is, hogy milyen extra dolgokkal rendelkeznek ők, mit tudnak, mit nem, és itt van Taurox is, aki majd a DLC-nek lesz az egysége, vagy a, a, az egyik kontentje. Ezen túl vásárolhatunk a brédeket. itt tudjuk például növelni a ezeknek a rituális helyszíneknek a szintjét. Ugye azt mondom, hogy veszek egy ilyet, és akkor ő azt mondja nekem, hogy jó, gratulálok, akkor most már ezt fel tudod javítani egy szinttel. Minél magasabb a szintje, annál jobb a védelme, és alapból nagyon erős védelemmel spónolnak ezek. Tehát nézzétek meg, nagyon durván lehet ezeket ott hagyni, mert igazán nagy seregek kellenek ahhoz, hogy ténylegesen elvegyék tőlünk. Végül pedig be tudom húzni velük a különböző tárgyakat, ezek jelentnek talizmánok, fegyverek, páncélok, követők, és a, például a Banner of Unholy Exolution, tehát az egy bannerek, de ezek már nem a Dreadből működnek, csak ezt a képenyőt használják, ez már pénzből zajlik, tehát ez nem is pénz, úgyhogy hogy nek hívják, de tehát szívességnek, de gyakorlatilag a pénzt jelenti, mindenki tudja, tehát ezt a pénzből tudjuk már lehívni, hiszen ez az a favor, amit kapunk például akkor, hogyha rédelünk uh, ellenséges földeket. Azért látjátok, még itt van ez a része az egész munkának erről még nem beszéltem, ez a ruination level-t jelöli, minél magasabb a ruination szint, annál erősebb bónuszokat kapunk. Itt már Például nekem megvan ez, a 0-24 között adja ezeket az egységeket, aztán utána ezeket az egységeket, és itt tovább, és itt tovább szépen oldja ki őket, miközben ezek kioldódnak uh, itt is az épületek építésével. Ugye a hordaként, hordáról beszélünk, a sereg és a város egyben van. És a markov Urina uh, Urination, miért mondok Urination-t, az egészen más. Szóval a Markov-Ruination az egy olyan dolog, amit kifejezetten a, a Rituals of Ruinból kapunk, tehát ezek is ütik a markunkat, amikor létrehozunk egy ilyen, vagy létrehagy, végrehajtjuk a, ezt a ritual -öket. És minél több ilyet hajtunk végre, annál magasabb szintű lesz, ami egyrészt, mondom, egységeket ad, másrészt pedig például plusz army cap, vagy elkezdünk passzívan hearthstone generálni. Úgy passzívan, hogy minden egyes szint ad még egy hearthstone hozzá. Tehát nem az lesz, hogy minden körben kapunk. Olcsosítja az építkezés, és így tovább. Szóval elég durva dolgokat tud ez adni. Na, hát azt hiszem ez volt, a, amit a Beastmanekről akartam mutatni. Egészen elképesztő ez az, ez az újrahúzás. Tehát tényleg az egyik legizgalmasabb dolognak most jelenleg egy, egy ilyen kampány tűnik. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mit tud még ez az egészhez hozzáadni a DLC, mert hogy hozzá tud adni, ne aggódjatok. És majd ezt meglátjuk pénteken, mert akkor tudok nektek hozni kontentet ezzel kapcsolatban. Most még picit beszéljünk a Quality of Life dolgokról, amiket meg akarok nektek mutatni, amik tényleg már csak az update részei, rengeteg minden van, mert hogy alapból hatalmas az update. Tehát például, és erről és nem is fog mutatni semmit, csak higgyétek el nekem, hogy a vámpír frakciók, tehát az eredeti vámpírok, meg norszkai hősök, meg ezek a hősök kaptak plusz egy sort az ő tulajdonságai között, az ő skillfájukon, ami nekem annyira sokat nem mond, de láthatóan javultak ott is a lehetőségek. De az, amit ténylegesen én érzem, hogy egy tök jó quality of life dolog, azokról, vagy dolgok, azokról most fog picit bővebben mesélni. Az egyik ilyen quality of life dolog, az mindenképpen az, vagy könnyítés, hogy a technológiánál most már segít nekünk megtalálni a különböző lehetőségeket. Van egy ilyen kereső, bekerült bele, és hogyha mondjuk engem az érdekel, hogy mi az, ami weapon damage-et ad pluszban, akkor egyszerűen bérem, hogy weapon, és kiadja, hogy ez weapon strength, ez is weapon strength, és ez is weapon strength, különböző dolgokra, de hogyha például az érdekel, hogy ez kévőnök ellen mi a hatásos, akkor megírja, hogy ez itt a red poison. Nyilván egy kulcs szavakra a módosítókban, és ezért nagyon-nagyon hasznos lehet egy ilyen dolog. A másik nagyon fontos quality of life változás, az a csatákhoz kapcsolódik, amikor van egy csata, akkor most már nem, a, nem egy ilyen sávon adja meg, hogy kb. mi lesz a, mik az erőviszonyok, hanem a better resultot ad, ami ez esetben éppen, hogy elért győzelem, és hogy mekkora lesz a veszteségnek a száma. Ez egy olyan dolog, ami már Warhammer 3-ról tudtuk, hogy benne lesz, viszont az újdonság hogy itt is láthatjuk majd, illetve nem kell a Warhammer 3-ig várni azzal, hogy kipróbáljuk. És a legjobb az egészben, hogy ha azt mondom, hogy ennek ellenére szeretném automatikusan megvívni a csatát, akkor láthatjátok, hogy itt baloldalom az egységeim közül pirossal kezdenek el villogni azok, amik veszélybe kerülhetnek. És hogyha megvívom, akkor valóban ezek az egységek meg is haltak. Ebben a csatában. Ez nem azt jelenti, hogy csak ezek fognak meghalni, illetve azt jelenti, hogy ezek biztosan meghalnak, de nagyon-nagyon nagy eséllyel ők ott hagyják a fogukat, ahogy most pontosan meg is történt. Van még egy másik nagyon hasznos quality offline változtatás, ez pedig az Resolve outcome. Most már itt meg tudjuk nézni, hogy mi lesz az eredménye a csatának. A csíkot váltja fel ezt, ha, ha, ha jól emlékszem. Például itt. Ilyen éppen, hogy elért győzelem, jósol a játék, illetve a casualty médium. És a legjobb dolog az egészben, hogy ha azt mondom, hogy automatikusan vívjuk meg a csatát, akkor amennyiben kevesebben vagyunk, tehát amennyiben úgy alakul. Még van egy Quality of Life változás, amit kifejezetten a csatákban akartam megmutatni nektek. Ez pedig az, hogy most már van egy ilyen kis része, ugye ezt ismeritek, itt mutatja a játék, hogy mizu, de van egy extra itt, méghez, mégpedig ez. Rune of a Breaking. Ugye most jelenleg be, van, be volt adva egy runa rá, és aznak elmúlt a hatása, de most már sokkal jobban jelzi a játék, hogy pontosan meddig tartanak ezek a hatások. Meddig érvényesek. Gyorsan hagyom, hogy kicsit a runák megint elérhetővé legyenek, és akkor azt mondom, hogy... Nem ezt akarom, hanem olyat, ami ténylegesen ad rá bármit. Tehát például itt van egy damage resistance, adtunk a minereknek damage resistance-et, vagyis adunk, hiszen most érvényesült a varázslat, és látható, hogy 37 másodpercig ez működőképes dolog. És akkor szintén ez egy Quality of Life dolog, hogy itt uh, jelzi, hogy uh, meddig érvényes, itt is ez meddig érvényes a varázslat, zöld színnel, zöld körbe, körbe, itt pedig pirossa jelzi, hogy a cooldown éppen aktív. Közben én a kavarival itt bezúzok, mert miért ne? És azt hiszem ezzel meg is köszönöm nektek a figyelmet. Ez egy óriási, de tényleg óriási, elképesztően nagy update. Nagyon sok mindenről nem is esett szó, olyan dolgokról, amit esetleg csak a tényleg nagyon fülűek vagy nagyon ö, olyanok értékelnek, akik benne vannak ebben az egészben, kicsit közelebbről, mint én. De összességében szerintem hihetetlen menő ez az update. És nagyon kíváncsi leszek az ehhez kapcsolódó pecsre, hogy ott mégis mi lesz, vagy ehhez kapcsolódó DLC-re, hiszen a DLC most összességében kisebbnek tűnik, mint maga az update. Minden Mindenesetre akkor is érdemes örövenetek a játékot, hogyha esetleg a már így. Elkészültetek arra, hogy nem veszitek meg a DLC-t, mert akkor a Beastmenek ott vannak, akiket ki lehet próbálni, vagy esetleg a Bismeneket beszerezni, ami biztos, hogy akciós árban fog most, vagy válnak majd most elérhetővé a Beastmenek, így hogy fókusz került rájuk. És itt a lezárásnak pedig nézzetek, milyen pusztítást végeznek az okvék. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő videóval ketten, nem pénteken, ma van ked. Pénteken találkozunk a következő videóban, amelyikben beszélek a DLC által hozott újdonságokról, aztán pedig elindul egy új let's sorozat is majd. Köszi a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!